Na, mindenki szeretettel üdvözlök, elsősorban Juhász Péter urat, aki elfogadta a meghívásunkat, a Keszi Egyesület meghívását. Egy lábjegyzetben csak egy információt mondok el, ettől függetlenül mindenki tudja, hogy megtörtént az Egyesületnek a bejegyzése, hát egy évig tartott, ugye mindenki tudja, hogy Dunakeszi Egyesületként indultunk, aztán a önkormányzat betartott, nem engedélyezte a névhasználatot, úgyhogy lerövidítettük Keszire, aztán elhatározás kérdése, hogy most Dunakeszi, vagy a Keszi törzsnek a neve, vagy kinek mi tetszik, úgyhogy ebben nem tudtak bele kötni. Reméljük, hogy rendben van, egyelőre még a jogerőre emelkedésről az értesítést nem kaptam meg, tudjuk, hogyha senki nem föllebezett, akkor emelkedik jogerőre, hát bízunk benne, hogy senki nem föllebezett. És akkor térjünk át a főnapi rendi pontra. Nem akarom kommentálni, hogy miről lesz szó, remélem, hogy sok mindenről. Csak egyről ne legyen szó erről a migrációs dologról, mert ezzel már mindenkinek tele van a füle, és senki nem tud okosat mondani. Ez a baj. Inkább a magyar valóságról, ha az is a magyar valóság része. Juhász urat én úgy gondolom, hogy sokan ismerik, de nem elegen. Ez nem negatív észrevétel, hanem ténykérdés. Én most a véleményemet mondom, már előtte is el akartam mondani, hogy volt az az idő tavaly, vagy tavaly előtt, amikor a 5. kerületi dolgokkal foglalkozott, az úgy átjött. Az mindenkinek nagyon átjött. És ugye az ilyen dolgok azért megragadnak, és szerintem annyi van, ami abból megragadt. Aztán valahogy leállt. Majd erről is szeretnék valamit hallani, hogy hogy megy, és csak úgy lehetne valamit elérni, hogy nem egy ember, hanem 5-6 ember az ellenzékből ezzel foglalkozna. És akkor minden nap van téma, szóval hiányban nem szenvednék, én úgy gondolom. De ezzel lehet megfogni a jelenlegi rendszer, mert most ugye van egy nagyon jó PR lepedő, amivel le lehet takarni mindent. És mi már 5. alkalommal jöttünk így össze, hogy megbeszéljük közös dolgainkat. Ahogy meghirdettük elsősorban tényleg a legfontosabb, leghúsba vágóbb ügyről, mind politikailag, mind gazdaságilag, ami fontos nekünk, a korrupcióról kellene beszélni. Ugye Hufi óta tudjuk, hogy az a korrupció, amiből kihagytak minket, de komolyra fordítva a szót. Szerinted mekkora ma a korrupció aránya Magyarországon, vagy mit nevezhetünk egyáltalán korrupciónak, mert valaki azt mondta, hogy állami szintre emelt, most már emelkedett a korrupció, tehát hogy jogilag meg sem foghatóak ezek a korrupciós ügyek. Hát igen, hogy ugye ennek az arányát, ezt, hogy mondjam, vannak kutatások rá, és ez nem biztos, hogy jó, hogy egy politikus lövővel, aki az ellenzéki oldalon van ráadásul, mert nyilván egy kicsit még felfelé torzítanám, de hát a kutatások azt mutatják, hogy Magyarországon iszonyatosan magas, és növekszik a korrupció. Tehát az elmúlt időszakhoz képest is folyamatosan nő, és ami a legfontosabb változás, mert ez egy mennyiségi változás alapvetően, de a minőségi változását az hozta, hogy állami szintre emelkedett és központosították. Tehát nem arról szól ma már a korrupció, hogy vannak politikusok, akik egyébként saját zsebre dolgoznak és saját zsebre elfogadnak kenőpénzeket vállalkozóktól, hanem hogy konkrétan a kormányzat ennek érdekében változtat meg törvényeket, vagy hoz új törvényeket, erre építi fel a rendszerét, és gyakorlatilag, hát én azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy ahol állami pénz megfordul, ott valamilyen szinten lopnak belőle, és ez egy gyakorlatilag tényként kezelhetjük, mert nem nagyon látunk olyan ügyet. Én tegnap éppen Nyíregyházán jártam, tegnap előtt talán, ahol egy 2,1 milliárdos EU-s támogatású projektből olyan túlszámlázások mentek, hogy a 7500 forintos lámpa testet, azt 630 ezer forintért számolták el a projektben, és nem egy darabról beszélünk, hanem sorban, és nem volt olyan tétel ebben a kupacban, amelyik minimum háromszorosával lett volna túlszámlázva. Tehát, hogy, és ez egy példa, nem tud, én tényleg nem jártam mostanában olyan helyen, ahol nem hasonló ügyről számoltak volna be, és meggyőződésem, hogyha most itt futnánk egy kört, hogy önök mit látnak konkrétan Dunakeszin, akkor így tudnák mondani az ügyeket, hogy hol gyanítják, hogy egyébként van lopás. Az a nagyon nehéz ebben, mert a feltárásban, és ennek a munkavetésen ettől veszélyes az, hogy igazából a Fidesz elfoglalt az államot, tehát hogy konkrétan az történt, hogy ma már nem, hogy
hogy nem működik az állam állampolgárok érdekében, hanem gyakorlatilag ennek a rendszernek a kiszolgálójaként működik mind az igazságszolgáltatás, tehát mondjuk a rendőrség nem jár el ilyen ügyekben. Ha el is jár a rendőrség, az ügyészség nem emel vádat, ezt Polt Péter maga mondta, hogy amióta ő a legfőbb ügyész azóta, harmadára esett vissza a korrupciós ügyben indított eljárások száma, és ami még durvább, és akkor ezt szerintem ugye mindent leír, az Átlátszó csinált egy összesítést talán egy hónappal ezelőtt, tehát friss adatról beszélünk, megnézték, hogy Magyarországon a 2009 óta hány korrupciós ügyben lett bírósági ítélet, és egy az az egy darab ügyet találtak, egy valamilyen vidéki polgármesteren egy 200 000 forintos kenőpénz elfogadásáról szóló ügyben lett ítélet a bíróság. Na most itt, ha belegondolunk, hogy milyen ügyekről hallunk nap mint nap, tényleg a legaljától, amikor egy kis település csatornázásából a nem tudom, közmunkások pénzébe játszanak, odáig, hogy Paksnál mondjuk egy olyan 1100 milliárd forint a gyanítható van az a tétel, ami korrupciós célra van beárazva, akkor itt azért van játéktér, úgymond. És akkor innentől nagyon nehéz. Így van. Hát ez is, ha most mondok még, hát ezek városi legendák, vagy inkább már országos legendák, hát Debrecenben Kósa Lajos mindenki Mr. 10%-nak hívta 5 évvel ezelőttig, azóta Mr. 20% lett a neve. Tehát, hogy ennyiben változott a dolog, és ez azt hiszem, hogy mindenhol leír mindent. És akkor, amit István kérdez az elején, hogy én például mivel tűntem föl és hogy tűntem el, ez is igazából önmagában már az is egy korrupció, hogy én eltűntem. Az történt, hogy gyakorlatilag sorra fenyegették a médiumokat, tehát én ki vagyok tiltva gyakorlatilag minden tévéből. Tehát az, hogy én nem dolgozom, elkezdtem ezért a háttérben dolgozni, elkezdtem a Facebookon online adást én magam gyártani, de hogy nem mentek be az ATV-be, és azért ezt így most kezeljék helyét. Az ATV-ben le vagyok tiltva, tehát nem az van, hogy csak úgy nem, hanem hogy konkrétan tudjuk. Megnéztem statisztikát is, mert hogy mondjam, ez hülyén jön ki, ezért nem tudok a nyilvánosság elé állni ezzel, mert az elég hülyén jön ki, hogy egy politikus elkezd nyámogni, hogy a médiában nem szerepel eleget, és miért nem hívnak be, és nem tudom mi. De hogy konkrét ügyekben, amik ugyanilyen ügyek voltak, negligálják, tehát nem beszélnek. Tegnap már arról beszéltek az ATV-ben, valamelyik újságíró jobb, hogy igazából ezekre az ügyekre nincs is bizonyíték, tehát már ezt a hírt generálják. Én április 24-én voltam utoljára az ATV-ben, azért tudom, mert kigyűjtöttük. Április 24 előtti 4 hónap alatt voltam 25-ször meghívott vendég, Kálmán Olgánán reggeli műsorban Mészáros Antonián összességében. Április 24 óta 0, azaz 0 alkalommal. Tehát ez a matematikai valószínűség szerint sem jön ki, hogy ez egyébként véletlen lenne. Annyi nem igaz, hogy a mostani szégyel magad Orbán tüntetés kapcsán, hát ezt nem fogom tudni letagadni, de akkor itt most legyen így, politikushoz nem méltó. Én magam telefonáltam, hogy ugye a tüntetést azt azért csak nem tudják kihagyni, és akkor ennek kapcsán egyszer szerepeltem egy reggeli műsorban, és a tüntetésről beszámoltak. De hogy ez egy konkrét telefon, és magas szinten, és hogy ugye nem mondom, hogy fenyegettem bárkit, mert nem volt, de hogy felhívtam a figyelmüket, hogy van az a pont, amikor kiborul a bili, és akkor ez így hatott. Tehát, hogy azóta se hívtak, és előtte se, április 24 óta. Most innentől nekem nehéz azt mondani, hogy én tűntem el. Ezt mondom, hogy ez már önmagában korrupció, csak innentől ugye itt jön az, hogy az államot elfoglalta a Fidesz. Azt, hogy a médiára rátenyerel, nyilván ennek most az a hogy én azt feltételezem. Ez a Simicskához előbb. Na, pont ezt akartam mondani, valószínűleg az van-e mögött, hogy a Simicska birodalom az már kiállt ugye a Fidesz mögül, tehát most nincsen egy mindent leuraló médiahatalma, és innentől elkezdte a baloldali médiumokat is inkább tönkretenni, megzsarolni, vagy valamit tenni velük, vagy megállapodni valamilyen oknál fogva. Én nem gondolom, hogy az ATV ezt jó szándékból teszi, mert úgy érti, hogy velem akarna kifejezetten kiszúrni, valószínűleg valamivel fogják őket. Hát ott azért tudjuk, hogy az ATV tulajdonos a hídgyülekezete, ők egyház lettek, tehát ott nyilván van egy csomó olyan pont, amivel lehet őket zsarolni, megfogni. Ezt ott benne szólnak, hogy nem illetve. Én boldog vagyok, ha interaktív, igen. Lehet, hogy bizottság az egész társaságnak, mert esetleg később jöttem el hazudról. Ugye az volt a hírekben, hogy az Andy Bajnán veszi meg a tévét. Így van. Most bemondták a tévébe, hogy valami, mit tudom én, milyen cég, az nyilatkozott, hogy már tegnap előtt megvette a TV2-t, gazda nélkül adták, mert így, ha igaz. Most pedig, mielőtt eljöttek, bemondták, hogy az a Simicska cég. Jó, ez passz, tehát ugye sajnos ebből az üzletből kimaradtam. Simicska vette meg a tévét. Igen, hát én félek, hogy inkább Andy Vajna vette meg, de ebben lehet, hogy olyan tájékozottabb. Szóval lényeg, hogy most összességében nézzük, akkor az a helyzet, hogy a Fidesz elfoglalta az államot minden szegmensét, tehát a hivatalokról
tehát a hivatalban gazdasági szereplőkön túl mindenkit, médiát próbálja minden módon megkebelezni, és akkor innentől jön a feladat, hogy ezzel politikusként mit tudunk kezdeni, de sokkal fontosabb szerintem, hogy ősztársadalmi értelem, a társadalom miért kezdve, és mikor lesz elég, és mikor állunk föl egyszer mindannyian. Mert hogy hát igazából ennek kéne következni javasan. Tehát én itt tartok. Igen, mondtad, hogy vannak kutatások, korrupciókutatások, vannak ilyen információ, hogy nem akarnak itt kellemetlen helyzetbe hozni, de hogy hány százaléka például a GDP-nek jelenthet, hát, lehet. Most tudom. Azért nem akarnék blöffölni, mert nagyon könnyen bárki utána néz utána, és aztán én égekben. Tényleg nagyon magas, nem akarnék konkrét számot mondani, de hogy sok pénz. Tehát, hogy megint akkor menjünk, ha nem mondjuk egy országos átlag, mert tényleg nem tudom, de mondjuk mondok mást, amikor, és ez még 2011, amiről beszélek, én akkor még egy civil szervezetnél dolgoztam jogvédőként, és a vidéket jártam, már akkor olyanokkal kerestek meg polgármesterek vidékről, hogy megkeresik őket állami szervektől gyakorlatilag, de hát strómanok vagy ilyen közvetítők, hogy induljanak el egy bizonyos pályázaton, amivel 150 millió forintot különböző integrációs programokra meg munkahelyteremtésre költhetnek el, kiírtak akkor éppen 150 millió forintot, és így elmondták, hogy ezt hogy kell leosztani, de örüljön, mert a 40%-át azt ő költheti majd el, de hogy a 60%-át gyakorlatilag ők megmondják, hogy a melyik képzőközponttól kell megrendelni az oktatást, ott a kőművest az 10 000 forintért képzik óránként, tegyük a bárhova, tehát hogy konkrétan oda megy az államember és elmondja a helyi polgármester, hogy induljon el, 40 millió vagy 40%-ot el fog tudni költeni, a 150 millióból azért mégiscsak egy jó pénz, mert 60 millió forint, és akkor fejlődik az ország, valahogy majd elszámlázzák, de nem lesz belőle gond, hiszen ő maga intézi, és semmi baj nem lett. De most amikor itt tartunk, hát ott akkor azért arról beszélünk, hogy 60% az a korrupciós ráta, ami megint nem igaz, mert valóban kiképeztek valószínűleg két kőművest, és még ha nem is 10 000 forintért, de hát voltanak egy 1000 forintos költséget. Tehát, hogy, de hát ilyen 50-60% között esetenként simán lehet. És akkor, hát amit az 5. kerületről beszélünk, akkor ott akkor meg azt láttam, hogy tényleg voltak olyan helységek, amik 8-adáron mentek el, és azok nem is korrupciónak tekintem egyébként, azok a nettó lopás, tehát hogy ott nem arról szól, hogy valakit előnyért megvesztegettek, hanem ott árusítják ki a közvagyon szakmányban, és hát ott eltűnt az ingatlan vagyonnak a közel 30%-a tűnt el 8 év alatt, ami az 5. kerület esetében egy olyan 15 milliárd forintos tétel. Tehát azért az egy kerületnél az egy elég erős szám. Itt ugye az 5. kerület azért speciális még, mert hogy hát az ország leggazdagabb vagy legvagyonosabb kerülete volt, mert hogy az összes középület, tehát ugye Budapest kellős közepéről és belvárosáról beszélünk, tehát ott mondjuk ilyen értelemben egészen más a helyzet, mint egy kis településen. Nem azért kell beszélni az 5. kerületről, mert ott van a munkahelyem, de, igen. De szerintem az úgy lefedi a magyar valóságot, hogy nem akarnak kellemetlen helyzetbe hozni, de miért a önkormányzati választások után jöttél elő ezekkel a témákkal? Nem úgy tűnik, hogy előtte ezek nem befújta a szél ezeket az információkat hozzá, vagy hogyan történik? Én már kampányt erre húztam föl, hogy ha emlékeznek, tehát a kampányban ez már bőven ment, de hát valóban akkor fértem hozzá adatokhoz. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye mint képviselő, akkor én elkezdtem, hát hogy mondjam, van egy, hát most meg nem mondom a rendszer nevét, de hogy van egy számítás technikai rendszer, amiben megtalálom az előző etap összes írományát, és hát ott ugye akkor egyszerű volt keresni. Én próbáltam előtte is adatokat szerezni, csak hát most tényleg tudom, hogy az Egyesület 5 pártból jött össze, nem találtam olyan pártot az előző képviselő állományból, akik segítettek volna kihozni információt, ha most elég finoman fogalmaztam. Tehát, hogy azért összeért az a korrupciós kör elég erősen, úgy tűnik nekem. Pont erre akartam rákérdezni, mert nyilván a vendég mindig, akit dicsérni kell, de azért téged megdicsértek az ATV-ben a Kéri és a Lengyel László, nem tudom, hogy nem azt a műsor. Igen, megdicsértek téged, hogy úgy kellene működni az ellenzéknek, hogy te csináltad az 5. kerületben, hogy akkor a többiek mi a felét csinálnak? Tehát, hogy azt gondolod, hogy az egész rendszer úgy csinálta meg a Fidesz, hogy egyszerűen nem érdeke volt MSZP-s képviselőnek előjönni ilyenekkel, mert nem hiszem, hogyha az 5. kerületben ez van, akkor nem volt ez Zuglóban például, vagy melyik most a baloldali vezetés talán. Zugló, igen. Karácsony Gergő. Van még a 19. kerületi is. Nem, a Gegesen az ugye nem nyert, tehát ott fizeszes van. Na jó, de akkor most megint is elnézést kérek, ha bárkit megbántok bármiben, de hát így... Nem, nyugodtan beszélni. Én is szeretem az őszinte beszédet, tehát azért azt
fogadjuk el és tisztázunk, 2010 előtt is volt korrupció, méghozzá nem is kicsi. Tehát, hogy azért itt ez működött, ez nem a Fidesz találta ki, Fidesz csúcsra járatja és központosította. De előtte, én előtte is civil szervezetben dolgoztam, mint mondtam, és sok civil más szervezetnek segítettem, hogy ma átlátszónak hívnak, Bodogi Tamás, akkor még nem volt átlátszó, de a Tamással én már dolgoztam, akkor együtt mondjuk a Margit híd felújításának dupla költségei miatt, mert 15 milliárd értek ki, 30 milliárd lett. A sávói MotoGP pálya beruházásnál ott konkrétan a két párt, Fidesz-MSZP együtt próbált egy több, nagyon sok 10 milliárdos projektet megvalósítani, lenyúlni, és az sikerült megakadályozni civileknek gyakorlatilag. De akkor még nem volt ez a mindent leuraló, elfoglalt állam, tehát értem ez alatt azt, hogy akkor még lehetett feljelentést tenni, eljárt adott esetben a rendőrség, vagy szóval volt valami játéktere, úgymond azoknak, akik ezzel nem fel akartak lépni. Ma ez szűnt meg, tehát ma az van, hogy és ezért minősítjük egy kicsit át a 2010 előtti állapotokat, és már én is ilyen boldog békeidőnek tekintem, pedig csak egyszerűen kisebb mértékben, kevésbé központosítva, de loptak, tehát hogy azért az legyen világos, és nem azt mondja, hogy az MSZP-sek loptak, általában ez egy ilyen, hogy mondjam, bevett szokásává. És innen térnék vissza, hogy most ha innen jön valaki ebből a térből, akkor viszonylag nehéz fellépni a korrupcióval szemben, mert hogy hát azonnal borítják vissza rá pártársaira, vagy képviselőtársaira, mert hogy része volt valamilyen szinten a rendszernek, valamilyen módon, nem azt állítom ez, hogy mindenki lopott, de hogy mindenképp meg lehet valamilyen értelemben fogni. És akkor itt a feladat az az, hogy hát én abban is tudok hinni, hogy valaki meg tud változni, tehát hogy el tudom fogadni azt, hogy valakinek ez már sok, most nem csak korrupció ágon, hanem ami Magyarországgal történik összességében, mert egy hihetetlen lejtelenben vagyunk, az meggyőződésem, hihetetlen rossz a hírem az országnak. Én abban is bízom, hogy vannak olyan régi beágyazott politikusok, akik azt mondják, hogy na jó, ez most itt elég, ez már nem felel meg az én ízlésemnek, és hajlandó vagyok tenni érte. És amit még fontosabbnak tartok, behozni új arcokat, akik tényleg hitelesek, akik tényleg nem loptak, akik nem voltak részei a rendszernek. És hát én most azért, mert eltűntem egy picit a nyilvánosságban, a háttérben ezen dolgozom. Tehát mi csináltunk is, ha most kifejezetten korrupcióról beszélünk, egy teljesen tiszta beszéd, azt hiszem, megkértem Majtényi Lászlót, hogy csináljon egy alapítványt, és ő ezt vállalta. Ugye az ő neve azért garancia arra, hogy pártoktól független, és nem elkötelezheti egyiknek sem, hiszen ő URTT elnökként akkor állt fel, amikor pont egy korrupciós ügy folyományaként a Schlager Rádió és a Danubius Rádiót a két párt leosztotta egymás között, és akkor fölállt, mivel Bajnai Gordon miniszterelnöke közösen sem tudta megakadályozni, hogy a két párt ellopja gyakorlatilag a frekvenciákat. Tehát Vagy László alapított egy alapítványt, aminek Igazmondó lett a neve. Ennek van most egy kurátora, vannak munkatársai, és én, mint aktivista, mint önkéntes dolgozom benne, és várok más politikusokat, hogy szintén önkéntesként jöjjenek, hogy próbáljunk meg közös ügyekben, legalább a korrupció felszámolása okán egy ügyben fellépni közösen. Hát, ha ezzel egy picit az vagy az ellenzék demokratikus oldal az összehozható, hogy legalább konkrét ügyekben legyen együttműködés, ha már a nagy politikában hát egy ilyen katyvasz látszik pillanatilag. És én azt gondolom, hogy ez a megoldás, hogy el kell tudni kezdeni együttműködni a pártoknak legalább konkrét ügyekben. Én bízom benne, hogy 18-ra kifut ez egy politikai együttműködésé, egy vállalható politikai együttműködésé, amikor arról szól, hogy egy három pártelnök leül egy sötét szobába és megállapodik valamiben, hanem valamilyen demokratikusabb módon bevonva az embereket, ez lehet előválasztás, lehet választás, mert számos megoldás létezik, de a lényeg, hogy valami újítást hozunk bele a politikai térben, és tudunk ezen változtatni, és a másik verzió, hogy egyszerűen meg kell tudni hozni új embereket. Tehát vagy a pártok visszafogottságára pont úgy szükség van, vagy belátó készségére, ha létezik ilyen egy pártnál. Egy kicsit szkeptikus vagyok, de hogy próbáljuk az igét hinteni. De hát fontos lenne az is, hogy egyébként az átlag állampolgárok is érezzék már azt a felelősséget, hogy nekik is van tennivalók, nélkülük nem fog menni ugyanis. Mert hogy nekem ez a legnagyobb fájdalmam, hogy a társadalmon hogy megy át, ki és hova jön az egész, és mindenhol ezt mondom el példának, mert az volt nekem tényleg ami az ilyen szívszorító élmény igazából, amikor talán két éve lehetett, vagy két és fél éve, amikor Hoffmann Rózsa először bevett a tanárokat az életpálya modell kapcsán, és akkor ugye 120 ezer tanárról beszélünk, akiket lealázott gyakorlatilag a sárga földben, nem lesz fizetésem ez az életpálya modell teljesülménye, és hogy óriási tanár, vagy pedagógus tüntetés lesz a bazilika előtt, ez volt egy meghirdetve. És én kimentem, mint egy aktív állampolgár, ugye nem vagyok pedagógus, nem vagyok érintett, de hát szolidaritásban oda mentem. És akkor ott volt 500 ember, abból én 200-at név szerint ismertem, mert minden tüntetésen ott van, és akkor így megnéztem, hogy szóval, és gondolják, hogy ugyanezt Franciaországban. Tehát, hogy a Franciaországban egy
nem száz. Hát ki van 500 000 ember csak Párizsban, de egyébként országosan 50 városban 2 millió, és megáll az élet, mert értik az, hogy ha mi kiállunk egyszerre egybe, akkor azt nem viszik keresztül, hogy itt mi van, mindenki megkózom, hát engem biztos nem rúgnak ki, nekem még jó, oké, hogy csökken a fizetésem 20%-ot, de legalább van valami, mert egyébként, hogy hát szóval, hogy ezen kéne tudni változni. Ezek a kádár reflexek, de hát ezt mi értjük, tehát legalábbis az én korosztály vagyok, nálam idősebb, hogy ezt pontosan értik, hogy miről van szó, és ez a szomorú, hogy, hogy valóban ez, ez a fortéros félelem igazgat, hát erről van szó, hogy... Na jó, csak ezen egyszer túl kéne lépünk. Tehát mert hogyha egy sikerélményt tudnánk felmutatni, amivel egy közösség meg tudja akadályozni, hogy a saját érdekében fel tud lépni, én garantálom, hogyha egy ilyen sikerélményünk lenne, az elindítana egy lavinát és egy folyamatot, és akkor az egész ország egy normálisabb berendezkedésre tudna átállni, most mentális berendezkedésre, ehhez kell fejben, de hogy egyelőre nincs meg ez a sikerélmény. Ez kéne a polgári magatartásom, a kis hát, polgári, de hát... De hát ez már Mátyás király. Hát nem, most polgár, nem. Most polgár, az meg volt. Az a különösen. Az legalább megvan. Jó, és most már akkor így nagyjából fölvázoltad, nem tudom, hogy láttad, hogy Lendő Edik azért mondott egy vagy két nappal ezelőtt az ATV-ben egy érdekeset, ami hasonlót, amit te mondtál, hogy a pártoknak vissza kéne fogni magukat, és jövőre valószínűleg elő kellene jönni egy civillel, egy újjal, és akkor mindenki hátulról támogat, tehát beállna mögé, és nem ami 11-ben történt, mert ott mindenki vitte a zászlót, kikapták egymás kezéből, és ebből lett elege valószínűleg az embereknek. És bízunk ebben, hogy lesz ennek eredménye, hogyha ezt meg is tudják csinálni ezek a pártok, akikben ugye hát... Szóval, hogy mondjam, ma egy, hát sajnos én azt érzem, hogy azt látom néha, és remélem, hogy talán az én percepcióm nem teljes, vagy nem látom mindig jól. Én azt látom, nagyon sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy 2018-ban választást nyerhet az úgynevezett demokratikus oldal, vagy nem tudom, hogy kell hívni most ezt a sokféle pártot egymással, de amelyik nem a Jobbik és nem a Fidesz. A lényeg, hogy én ebben teljesen optimista vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy pont azért lehet biztosan megcsinálni, ami egyébként, ami ellen bármit megtennék, hogy egyébként legyen, az egyfordulós választás. Tehát hogyha mindent megtennék, hogy kétfordulós legyen a választás, hiszen akkor lehet igazából arányos, meg azzal lehet elérni az, hogy ne egy kényszerű politikai együttműködések vagy összefogása jön létre, hanem egy valós együttműködés. De mivel nem ez van, hanem egy egyfordulós választás van, aminek az a sajátja ugye, hogy gyakorlatilag aki nyer, az nagyon felül reprezentálta és mindent visz. Itt nevető harmadikként kényelmesen be tud futni jelen helyzetben a demokratikus oldal, mert az van, hogy a Fidesz elvisz valamennyit, a Jobbikkal ők ugye azért elég erősek, és simán egy harmadik erő az itt, hogy kellően megoszlak a szavazatok, matematikai esély erre bőven megvan. Az a kérdés, hogy politikailag képes lesz ez az oldal összerázódni annyira, hogy egyébként föl tud mutatni egy szerethető alternatívát, mert ez megint csak egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy menjen el egyáltalán szavazni valaki, akinek elege van ebből. Bevallom, 2010-ben én nem nagyon tudtam, hogy mit csináljak. Tehát én 2010-ben egy olyan helyzetben voltam, és hát nyilván ebből lett egyébként lelkileg nekem a Milla, aztán a Bajnai féle dolog, meg a minden, hogy itt megállt, hogy nem volt kire szavaznom. Tehát, hogy most ha ilyen a helyzet 2018-ban, akkor nem várhatjuk el, hogy szavazzanak az emberek ránk, így összességben. Tehát magyarul a politikusok felelőssége mindent megtenni azért, hogy egy szerethető, vállalható, progresszív, normális ország vízióját föl tudják vázolni a választóknak, mert akkor meggyőződésem, hogy meg lehet csinálni ezt a választást. Te ezt egy emberre kellene fölépíteni, nem? Én nem. Aki megérjük ezt, nem? Hát én nyilván, hogy mondjam, most marketing szempontból... Igen. Igen, hogy marketing könnyen, kommunikáltó könnyen el lehet adni, hogyha én előveszem a demokratikus gondolkodásomat, akkor én sajnos nem vagyok vezérelvű, tehát én nem hiszek abban, hogy egy embernek kell vezetnie az országot és menjünk utána, hanem én abban hiszek, hogy van egy parlament, abban most van, nem tudom, 200 képviselő, ott én annak örülnék, hogy ez egy plurális demokráciaként tudna működni, hogy minél többféle ember képviselve van ebben a parlamentben, akik egyébként megállapodnak, bizonyos nemzeti minimumot letesznek az asztalra, ami azt gondoljuk, hogy tök mindegy, hogy jobb vagy baloldali, valaki liberális vagy konzervatív, de ez kell, mert hogy ez most létszükséglet és muszáj, és aztán a részleteken el lehet vitatkozni, és a képviselők döntsék el, de értem, hogy ez idealista és naivitás, amit mondok, hogy ezt így elő lehet állítani. De célnak akkor is nem tudok mást elfogadni. Tehát amely cél, az akkor is ez kell legyen, aztán majd meglátjuk, hogy a realitás ebből mit enged megvalósulni 18-ra, de én ezt gondolom célnak. És meg lehet csinálni, nekem bevallom egy picit az igazmondó alapítványban való munka, az egy kicsit erről szól, vagy ennek az előkészítéséről, mert megint egy pillanatra kilépek Budapestről, vagy a nagyvárosok szintjéről, és elmegyek
kis települések szintjére. Nekem, mint ahogy itt is mutatja a példa, hogy öt párt itt tök jól együtt tud működni, még egyesületet is hoznak létre, onnan jövő emberek, és működik. Úgy lesz gondolom, hogy minél kisebb településen vagyunk, annál inkább személyhez kötődik egy-egy, hogy mondjam, nem ideológiára szavaznak az emberek jellemzően, amennyire én látom, hanem az a személyi képviselőket eljárja, az ügybe segíti az életüket, és ezeket az embereket kellene összeszedni szépen egyben, mert engem nem érdekel, hogy a DK-ból jött, vagy az MSZP-ből, hogy ő egy hiteles figura, és ott bíznak benne az emberek, és tényleg eljár, és nem korrupt, és egyébként, hogy mondjam, egy egyetértünk abban a nemzeti minimumban. Jöjjön, és erre kell erőfeszítést tenni, és itt van igaza lent a Ildikónak, amikor azt mondja, hogy a pártoknak ebben kell tudni egy picit visszafogottnak lenni, hogy ne az legyen az elsőleges érdek, hogy az együttnek már pedig minden településen saját, önálló, és csak az együtt lehet, mert annak nem lesz foganatja, akkor elindulnak egymással szemben az ember, és akkor neki nincs értelme. Ehhez viszont kell, ahogy mondtam, ez a program, ami szerethető, és kell egy valami hát, technika, amivel ezt levezényeljük. Tehát erre mondtam az előbb egy előválasztás, vagy egy választási párt létrehozva, de ott van mondjuk Kéz Zoltán példája, hogy meg úgy jött létre, hogy egyszerűen megjelent egy civil valaki, és föl tudta sorakoztatni maga mögé a pártokat. Tehát itt sokféle metódussal ezt meg lehet oldani, én abban bízom, hogy ez addig a kialakul, hogy mi a nyerő. Mi is ott voltunk egyébként, Kéz Zolának segítettünk, igen, és az remekül működött ott. Aztán már Tapolcán ez nem működött, mert ott valakik azt hitték, hogy mondjuk ki a párt nevét, az MSZP-t, azt hitték, hogy ők fölmutatnak valakit, akkor azután már mindenki működik. De ott egész más volt a működési modell, ott nem így állt elő, ott úgy értem, hogy a dologban. Ott az MSZP az konkrétan meghekkelt ezt a folyamatot, mert ugye a saját jelöltjét bebefögte, hogy már pedig ez is nincs más, és innentől nem volt valós civil jelölt, aki mögé beállt. Mi magunk sem támogattuk az MSZP jelöltjét, mert lehetett tudni, hogy mi van, és akkor hadd mondjuk, ma már el lehet mondani, mert kirúgták őket azóta az MSZP-ből is. De hogy mi lementünk, én Kéz Zoltán kampányát azzal is segítettem, lementünk aktivistáskodni is, tehát kopogtatni állt le, de hoztam ki korrupciós ügyet Veszprémből, ott a kampányban, nem tudom, ez megvan-e meg nem tudom mondani a nevét, már mely nónév fideszes káder gyerek, Mihalkovics Péter, trafikügyekben volt ő nagyon bejáratott a 12 elbírálva, egyike megkapta ért a Péter, egy klasszik fidesz káder, aki valahogy 4 év alatt képviselőségből a 10 milliós vagyonából, ami ugye vagyonnyilatban nem volt, lett egy 100 milliós háza, meg még egy, tehát hogy na jó, szóval a lényeg, hogy ezt a család, mint ez itt így van. Kedvencünknek szóval. Szóval én kijöttem korrupciós ügyel. Ugyanezt a metódust el akartuk játszani Tapolcán. Lement az én az útjú barátom, aki nekem segít mindig a korrupciós ügyek feltárásában. 20 évig volt oknyomozó újságíró, van tapasztalata, orra van hozzá, úgyhogy elment Tapolcára felmérni a terepet. Egy napig mászkált, beszélgetett emberekkel az utcán, majd bekopogott a helyi MSZP-ről, hogy jó napot kívánok, én a Juhász Pétertől jövök, tudják, korrupció ügyben beláll, segítünk, jövünk, mondják meg itt, akkor hogy lehet nekiállni, mik azok a fő elemek, amik a Jobbikost is, meg a Fideszest is, mert ugye már akkor önkormányzatban volt a Jobbik, hogy lehet kijutni? Ugye a helyi MSZP-s képviselő, hogy na jó, akkor menjen el innen, jó? Nekünk itt nincsen semmi bajunk a Jobbikkal, nincsen semmi cucc, itt nincsen korrupciós ügyek, itt hagyom még, nem kell itt semmit föltenni. És így ültünk, hogy... Jó napot kívánok, jöttünk segíteni. Tehát, hogy a... Most ez remélem érthető, tehát, hogy nem a hiteles ember találták meg, vagy hogy mondjam, az a párt ott éppen egy kicsit erős erózióban van, zárójel azóta ez a valaki, ugye alpolgármester lett, tehát megkapta a jutalmát a helyi Jobbikostól. De hogy látszik, hogy ott helyben egy ilyen összefonódás van. Most itt ez magyarul nem a Kéz Zoltán féle metódus volt, és akkor már csak annyit, ha már így a Kéz Zoltán egy dicsérem, nem, én nem támogatom az olimpiát szemben Kéz Zoltánnal, tehát hogy támogattam a kampányát, de ezt azért nem, és nem szavaznám meg Rogán propaganda minisztériumát, mint az megtette 2 napja, tehát egyet azért innen üzenék Kéz Zoltánnak, hogy néha elgondolkozom, hogy jó ötlet volt ez a metódus. Ezzel viccelek, jó ötlet volt, kell, de hogy azért, szóval hogy ez egy, arra akarok csak kiukadni, hogy ebből viszont olyan problémák jönnek, hogy ilyen nagyon szedett-vedett társágból áll össze majd egy, hát egy valamilyen egység, amelyik nyer, akkor utána hogy lesz jó kormányzás, mert mondom én azért Kéz Zoltánnal szívesen vitatkoznék arról, hogy vajon jó ötlet a Magyarországnak egy olimpia most ebben az állapotában, de arról is, hogy kell egy propaganda minisztérium Rogán alá, és hogy ezt én biztos megszavaznám az országgyűlésben, tehát hogy... Ugatási MSZP-sek is szeretnének olimpiát. Én azt hiszem, hogy ez inkább úgy néz ki, hogy mivel a választók egy jelentős részt szeretne olimpiát, ezért hajlandó, hogy mi is azt mondani. Tehát ez is egy nagyon fontos. De ha bemondanák, hogy mennyi adót kéne miatt, meg esetleg nyugdíjat csökkenteni, hogy kijöjjön az 3-4 ezer milliárd forint,
Akkor nem biztos, hogy mindenki akarna, mert csak meg kellene mutatni az aténi képeket. Hát így, hát ne, na és akkor innen jön az együtt politikája, mert bocsánat, de hát ha már itt vagyok, akkor muszáj arra is két szót mondanom. Tehát még pont azt mondjuk, hogy próbáljuk meg visszahozni a racionalitás szintjére a politizálást is. Tehát ne az ígérgetések, osztogatások, korszakadékosan jön a megszólítás és mindent el kell venni, és akkor ezek a hullámok folyamatos elégedetlenséget szül. Tehát ennek nincs értelme, hanem próbáljuk meg racionálisan egyszer, hogy értem, hogy a politika arról szól, hogy érzelmekre mennyire tudunk hatni, és mennyire tudjuk az egyik oldalon fölhergelni, a másik oldalon meg kielégíteni azt a bizonyos tömeget, aki érzelmileg van bevonódva, amiről nem beszélünk, a menekült kérdés is erről szól nettó, tök észre normális, racionális megoldás lesz, lehetne kezelni, semmi gond nem lenne, hogyha nem a gyűlöletet szítanánk, hanem... Na most, de lehet róla beszélni, miért ne lehet? Hozott a Fidesznek 300 ezer plusz szavazót az, hogy nem Brüsszelnél jönnek át a menekültek, hanem a horvát határon. És akkor nem csak, hogy átgyalogolnak rajtunk, hanem át is visszük őket. Mi történt? Ennyi történt, és ezzel az ő népszerésünk az egészben. De szóval nem ezzel, hanem azzal a propagandával. Tehát igen, ennek, ennek sem ülök be. Tehát azért arra figyeljünk, itt volt egy olyan téma, ami könnyen érzelmeket lehet gerjeszteni erre, tehát mondjuk egy tök jó propaganda téma. De azt nem gondoljuk, hogy azért, mert Magyarországon kizárólag, hogy mondjam, idegen gyűlölő, félfasiszta, nem tudom, bezárkózott emberek élnek, hanem olyan emberek élnek, akik mindenhol a világon, akik, hogyha egy információt hallanak megállás nélkül a számukra elérhető médiumban, akkor ezt magukévá teszik, ez tök természetes dolog. Tehát ha ugyanez a propaganda arra épült volna, hogy gyerekek, nincsen baj, mert egyébként mi nem mert ugye hogy nézett ki a Fidesz undorító cinikus, nem politikája, hanem a megvalósítás. Amikor nekik az volt az érdek, hogy mindenki féljel a menekültekről és ment a kampány, akkor azt történt, hogy valaki bejött Röszkénél, azt elküldték először Pécsre, igen, onnan Budapestre, onnan Debrecenbe, és onnan át Vámosszabadiba. Tehát körbeutaztatták az országon, össze-vissza, lássa minél több ember, vaktérképet adtak, hogy kóvályogjanak össze-vissza, nincsen WC, hogy szarjon oda az utcasarokra, de mindent a legcinikusabb, gusztustalan, embertelen módon. Mi már akkor ezt mondtuk, hogy miből állna, hogyha ezek az emberek felszállnak ott a buszra, elvinnék Vámosszabadidő, közben regisztrálják őket, tök kontrollált körülmények között, ráadásul buszon van. Ha valaki nem hajlandó regisztrálni, akkor azt az eljárást indítanak, aki jó napot ott a tábor, és viszontlátásra. Ma többen jönnek be az országban menekültek, mint a kerítésépítés előtt. Naponta polizet.hu, javaslom mindenkinek megnézni, tegnap nézte meg utoljára a statisztikát, napi 7000 ember lép át az országhatár. Ott. Csak ma fölrakják buszra, és ma az egy Fidesz érdek, hogy fölépítettük a kerítést 30 milliárdért, megoldottuk a problémát. Semmi köze a kerítéshez, hiszen Horvátországnál jönnek be, ahol nincsen kerítés, bejönnek, 7000-re jönnek be, csak ma elbozasztatják őket oda. Hát lehetett volna ez. Nem csak az, hogy emberségesebben, és akkor mi itt esetleg jobban érezzük magunkat, hanem hogy a világban milyen hírünk lett. Tehát, hogy most így mit gondolnak rólunk tényleg kultúrnépek? És ez nem biztos, hogy nekünk az a fontos szempont, hogy nem tudom, Vladimir Putyinnak tetszik, amit csinálunk. Tehát, hogy ez itt a probléma, azt hiszem. Kérdezhetek se egy intézkedést? Hát attól függ. Nem olyan, nyilván korrupcióval kapcsolatos. Amikor a vízcsapolista folyt állítunk, kiderült az 5. kerület, úgy mondom, hogy ott dolgozom. Kollégákkal beszélgettünk. Nem, és arról beszéltünk, akik tök normális emberek, egyébként lehessen utána őket brókerek, kollégáim, hogy itt van ez a juhász fiú, és akkor mi veszett jó tolja. És akkor gondolkodjunk el egy kicsit. Másnap oda megy egy táskás ember, és azt mondják, hogy ez kiváló, akkor én most fizetnék valamit. Tiltakozom. És mondom, azt mondják, 1 milliárd. És akkor mindenki így hát. Mit mondanál? Nem mondtak összeget, de megkerestek konkrétan. Én azon, aki posztoltam, csak hogy mindenki érezze, hogy van törődést, aki megkeres engem ilyennel, az akkor tudja, hogy hol a helye. De hogy ez konkrétan megtörtént, hogy az emlegetett szógyú barátomon keresztül bejelentkezett egy régi fideszes ismerőse, elhívta kávézni, 10 év nem látás után, az ilyen minimum gyanús, és ott volt egy ilyen, hogy akkor mennyi. Tehát nem ez volt, hogy ők azt mondták ide, hogy mennyi. És akkor így mondta, hogy ez szerintem a juhászon nehéz lesz átnyomni ezt a kérdést, és nem, hogy válasz jöjjön. És akkor ez megjött, én kiposztoltam a Facebookra, na és mi történik? 2 nap múlva behívják az útjuk kollégám először engem a rendőrségre, hogy így mondom, de jó, elindult valami nyomozásra. Kifenyegettem meg, vagy ki akartam megvenni, hogy? És egy Facebook posztra elkezdett nyomozni a rendőrség, hogy ugyan ki volt az, aki nekem ajánlott. Tehát magyarul ott azért tudni kell, hogy a, és azt mit tűnni,
élvezem is, tehát innen üdvözlöm Lázár Jánost, és köszönöm szépen az információkat, meg Rogánnak is persze a Lázárról adott információkat, tehát ugye ezek egymást támadják, és állandóan ez volt, hogy akkor a juhász honnan tudja meg, hogy a melyik a minek, és hát ezen mi jól elszórakoztunk, de hogy ott nyilván az volt, hogy ez a két érdekkör egymással játszott, és tudni akart az egyik, hogy honnan jön az info a másikhoz, de hogy hát persze, de hát ez, de mondom még egyszer, tehát köszönöm mindegyiknek a maga jutott a segítséget, tehát hogy a működik a rendszer. Na, a lényeg, hogy hát volt ilyen, de ez hitkérdése, tehát nyilván azok a kollégáid, vagy a... De mert van az az összeg, amitől az ember elgondolkodik. Oké, hát nyilván. Jó, tehát azért, hogy mondjam, most te csak a vicc kedvéért, de hát, hogy hazamentem, és akkor a gyermekeim anyjának ezt így mondta, és így azt mondja, hogy jó, hát tényleg is mennyit mondtál? Ez így a vicc kategória, de hogy nálam nincs az összeg, azt gondolom, és nem az, mert szent vagyok, hanem egyszerűen nem ez motivál, és nem ez érdekel. Én azért 10 éve dolgoztam bankban és környékén, tehát hogy 10-szer ennyit kerestem, mint most, valamiért mégiscsak a civil világ vonzott be utána, és nem a pénz miatt. Amióta a civil világban jöttem, az a fele annyit keresem, mint a civil világban politikusként, tehát hogy valószínűleg nem ez motivál, de én bízom benne, hogy vagyunk így egy páran azért, akiket nem a pénz az elsődleges. Tökéletlen megérni, de ez azt hiszem, hogy sokakra igaz, tehát hogy itt van egy közös cipőnk, és... Nem lehet akartam kérdezni, hanem hogy valószínűleg így működik ez a világ. Ne, tehát sokkal egyszerűbben egyébként, mert nem kellene sokkal egyszerűbben. Én meg, na ez a szomorú tapasztalat inkább, és akkor... Ez a, tegnap voltam, és akkor csak egy gyors, Schilling Árpád rendezett egy új darabot Loser címmel, ami egy politikai töltetű darab, és pont erről szól, hogy hol... Hát bocsánat a szóért, nem ez, hogy lehet, hol prostituálódik el az ember, és akkor egy elszebbet használta, hogy hol van az a határ, amikor egyszerűen belecsúszik ebbe, őt is ez izgatja, ugye talán tudják, hogy a krétakörnél gyakorlatilag általában a kultúra területén is ugyanez ment, hogy állami támogatást, aztán puf, lehúzták a harmadát, akkor azt mondta, hogy köszi, nem, lehúzták a felét a második évben, és akkor inkább nem kértek támogatást, tehát akkor csinálják a dolgot maguk. Pont ez volt a témája, hogy hol megy. És utána volt ráadásul egy beszélgetés még az alkotókkal, tehát hogy nem csak a darab ment le, hanem és rengeteg dolgot megvilágított abból is, amit ők láttak, és rengeteg tapasztalatot adott nekem az, hogy képviselőként ott vagyok, és pont itt kint beszéltük, hogy előfordult itt nálatok is, hogy már a képviselőként, hogy a tanácsnoki állás az a klasszikusan az az állás, amit a hatalmon levők az ellenzéki valakiknek adnak oda, ami úgy tűnik hirtelenében, hogy gesztus, de az igazából semmi másról nem szól, mint hogy zsarolják azzal, hogy elveszik. És akkor ez most korrupció vagy nem korrupció, vagy belecsúsztál vagy nem. Tehát, hogy, és én ezt látom az 5. kerületben, válaszolva arra a kérdésre, hogy mi van a többiekkel. Én vagyok az, aki semmilyen pozíciót nem fogadtam el az 5. kerületben, tehát nem vagyok egyetlen bizottságnak is a tagja, nem vagyok elnöke, nem vagyok FB tag, nem vagyok igazgatósági tag, nem vagyok semmi, nem vagyok tanácsok. Minden, keresek 80 000 forintot, tehát azért azt tegyük hozzá. A második legrosszabbul kereső képviselő a 15-ből, tehát a második legrosszabbul kereső, az haza visz olyan 630 000 forintot. Mert egyébként FB tag itt, igazgatósági tanácsnak ott, az izének az elnöke, ha nem tudom, és akkor jó napot kívánok, innentől én értem azt, hogy hát amikor azt mondják nekünk, hogy figyelj, meg kéne szavazni, bár erre sincs szükség, csak ne, mert hát ugye ott nálunk úgy néz ki a felosztás, hogy 15 fős a testület polgármesterrel együtt, ebből 11 a Fidesz, 4 mi, akik egy Jobbik, egy MSZP, egy LMP, egy én. Tehát, hogy ez egy viszonylag nehéz bármit nem megszavaztatni. Hasonló lát, ugyanaz a fős, 15 fős. Most innentől ugye viszonylag nem veszi észre igazából az a képviselő sem, hogy hol korrumpálódott, mert hát most miért hát bizottságba bementem, hogy oktatásért csináljam a dolgot. Bármikor leszavazzák ott is, tehát hogy igazából én azt gondolom, hazudik magának az a képviselő, aki azt mondja, hogy bármit tud a kerületért, vagy a városáért tenni, vagy bármit, mert nem igaz, mert hát legalábbis egy ilyen aránynál biztosan nem igaz, mert vagy lesz a... Tehát, hogy itt nincs vita megint csak, tehát ugye nálunk az önkormányzati ülés azért nem arról szól, hogy akkor érvek ütköztetődnek, és akkor a fideszesek elmondják, hanem felolvassa az előterjesztő, adott esetben a polgármester vagy jegyző, hogy mit kell megszavazni, és talán megszólal egy ellenzéki képviselő, vagy nem, és mindenki megnyomja a gombot. Nem, tényleg nem találkoztam, hogy egyszer volt az, hogy a fideszesek megszólaltak, de az azért volt, hogy én előre kiposztoltam az egyik napirendi pontot, amikor a polgármester testvére éppen felügyelőbizottsági tag lett a második helyen, és hogy ez így egyébként törvénytelenül, tehát hogy nem lehetett, és akkor mindenki elkezdte védeni, hogy de ő nagyon jó ember. És akkor felszólalt, nem tudom, 4-5, mert azt sejtették, hogy én neki megyek, de hogy ezen kívül én nem hallottam fideszes képviselőt felszólalni az önkormányzati gyűlésen, hanem mindenki megnyomja a gombot, viszontlátásra.
Erikes, hogy van nálunk? Mesélj el! Egyébként meg az arányok is sokkal. Hát így, és akkor 38 napirendi pont, lemegy két óra alatt, minden, nyilván mindent részletesen megbeszéltünk, minden megvitatódott, és egyébként elgondolkodtak rajta, hogy mi van. Szóval, és így akkor nem működik egy ország. Én erre mondom azt, és akkor itt jön be megint a magánemberek, vagy hogy mondjam, az állampolgárok felelőssége, hogy ezekre, hogy meg ugyanilyen egy közmeghallgatás, hogy oda rendelik a sajátjaikat, tehát hogy konkrétan ott a nem tudom, helyi nyugdíjas klubban, akik az ő embereik, mert oda is már csak az mehet be ráadásul, mert szortírozva vannak. De hogy nincs meg az ember, állampolgári részvétel, zárulja, senkit nem kár, vagy hogy mondjam, senkit nem kérnék számon, mert látom, hogy hogy megy, hogy információ se jutunk hozzá. Tehát, hogy az állampolgár, hogyha az 5. kerületben egy információt meg akar tudni, nulla esélye van tényleg. Tehát mondjuk egy közmeghallgatás, az kimegy a telefonos értesítés a kőkemény 20 éve Fidesz szavazóknak, azok megkapják. Egyébként pedig kirakják a polgármesteri hivatal ajtajának oldalára egy A5-ös izében, hogy akkor jó napot kérlek, lesz közmeghallgatás, és hát ott senki nem értesül. Sőt, hogy délután kell. Nálunk ilyen szempontból csütörtökön 5-kor volt, tehát hogy na jó, de megint csak, hogy a demokratikus berendezkedés, ez már teljesen csak a sztori kedvéért, de hogy mennyire van esélye egy képviselőnek bármit tenni. Nálunk az egy dolog, hogy megváltoztatták a szervezeti és működési szabályzatot, ahogy bekerültem, addig ugye mint minden normális önkormányzatnál 30 nap volt, tehát 30 naponként volt testületi ülés, bekerültem 60 napra változott, tehát hogy éppen 6-szor ülök le rendes testületi ülés, így, hogy ne lehessen megszólalni. Az SMS-ben az van, hogy egy rendes testületi ülésen egy képviselő az a végén föltehet kérdéseket meg interpelálhat, egyébként 5 perce van egy napirendi ponthoz, és hát ez igen, mindenhol ugye a minimumot tartják be. De hogy akkor egyébként, és akkor eljön a közmeghallgatás, amikor azt mondják, hogy ez a testületi ülés szabálynak megfelelően zajlik, tehát hogy jönnek az emberek, témákat hoznak, kérdeznek, kiül a teljes hivatal, a teljes, tehát minden képviselő, nem tudom, legalább nem tudom, 50-60-an voltunk ott, akik így a hatalmat, vagy a hivatalt képviselők, önkormányzatot, és ott van másik 100 ember, aki egyébként jött a nép és kérdezte, nem tudom, 16 féle ügy volt. És először elmondja az egyik hölgy, hogy neki az a problémája, hogy az út felújítása miért. Polgármester válaszol, és egy ilyen teljesen könnyen cáfolható, egyértelműen hazug marhaságot, és akkor fölteszem, hogy jó napot kívánok, én is szeretnék hozzászólni, hogy megcáfolom a polgármester 2 percben, szuper. Jön a második kérdés, és nézem, hogy senki más hozzá nem szólt, mert úgy értem, hogy képviselők vagy bárki. Jön a második téma, ugyanaz, harmadik témánál ugyanez, hogy én mindig én voltam, és csodálkoztam, és hogy mi van már, hogy senki nem, de hát én új fiú vagyok, mondom, akkor sem. És beszélek egy perc, és puff, lejárt az idő. És én mondom, de hát egy perce beszélek, ne szorog. Nem, összesen van 5 perc arra. És akkor, na, hogy ezt így most értik, gondolom, mert van egy 3 órás közmeghallgatás, akkor összesen a 16 témához 5 percet lehet hozzászólni képviselőként, akkor ott valami nem stimmel. Tehát, hogy akkor ott az nem biztos, hogy az úgynevezett lehetőség arra, hogy befolyásoljuk a helyi politika alakulását, mert hogy nem erről szólnak. Hát ugye Herritek az okozta a vesztét, hogy mi tesszük a dolgunkat, mint ellenzék, többek között a helyi médiánk. Ezért ezt a részt majd kivágjuk, mert dióségnek meg nem adunk tippeket, hogy mit lehet még javítani a testületülésre. Erre az lett a válasz tőlük, hogy súlyos pénzekért csináltak egy ellenmédiát. Ugye volt eleve lap, meg tévé, most csináltak egy portált. Összesen Dunakesz egy 45.000-es város, valószínűleg kisebb költségvetés sem fizetődik kellett, de nem sokkal. Hát 100 millió forintot költ két évre. Két évre az önkormányzat médiára, helyi médiára, ebben benne van a helyi tévé, a Dunakeszi Polgár, és most már ez a Dunakeszi Poszt, ugye, hogy ennek ne csináljunk reklámot, majd kiválunk. Ami önmagában csak 25 millió, ennyire értékelik a te munkádat, amit 0 forintból csinálsz mostanában. De hogyha ilyen az egész rohadt rendszer, mert amiket mondasz, ugyanez zajlik, de hát a képviselőink a Bálint is meg tudná erősíteni, hogy ugyanez történik. Tehát hogy tudod? Négy? 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 Továbbítom, mert szerintem, hogyha tudják, hogy van erre jobbi lehetőség, akkor nálunk is 4 lesz. Azzal fenyegettem a polgármestert, a Henrik barátom, hogyha nagyon piszkálják, akkor ő lemond, és akkor majd jön a tonzor, aki jó, jó, jó. Azóta nem az piszkálnak.
És én valószínűleg nem várom meg azt 3 percet, amikor olyan szituáció van, akkor valószínűleg be fog fordítani. Tehát ott itt van ez a questor ügy, valószínűleg ennek nem vagy a szakértője, mert a mi nap egy pár héttel ezelőtt Pápa Levent azért jött le hozzánk, szűk körben beszélgettünk, csak róla információt akar gyűjteni a questor ügyről. Hát annyit kell tudni erről az egészről, hogy valószínűleg ez országos szinten nagy politika által irányítottan ez a sejtésünk kerülhettek az önkormányzati pénztek a questorhoz, és ráadásul ugyanaz a metód zajlott le szinte mindegyiknél, hogy nem közvetlenül questor kötvényeket vásároltak, a mi pénzügyi vezetőnk szerint questor államkötvényt, ami orbitális nagy baromság, ennyit a mi pénzügyi vezetőnkről, hanem az történt, hogy a kollégákkal is bogoztuk, hogy mi ez. Mert a repülőügyletet tudjuk mi, de most ebben nem menjünk bele, te bankosok, te tudod mi az. De hogy egy olyan szerződést kötöttek, hogy megvette az államkötvényt az önkormányzat, és azonnal el is adta egy éves teljesítés egy klasszikus repülőügylet. Gyakorlatilag hitelezte a questort, és ugyanez a metód az zajlott le Győrben, azt hiszem Szászhalombattán, Dunakeszin, Becsésen, és a többi. És ugye mióta megvolt a questor csőd, azóta nem tudjuk, mi van a pénzzel. Tehát még nem tudjuk, hogy mi van. Beszélgettük az alpolgármesterről, ő azt mondta, hogy augusztusra ez rendeződik, visszakapjuk az államkötvényeket. Mondom, ez úgy nem stimmel, hát a szerződés nem arról szól, hogy visszakapjuk a kötvényeket, hanem van írva, hogy mennyi pénzt kellene visszakapni. És akkor meg mi van az időközben kifizetett kamattal? Tehát teljes káosz van, senki nem tudja, hogy mi fog történni. És olyan hallgatáson Dunakeszinek egyébként 600 millióra szorult be, úgy tűnik, nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Az csak azért itt a lakosoknak, hogy az egy éves ingatlanadó bevétel a városnak. Tehát azért az jelentős összeg. Úgyhogy fogalmunk sincs, mert október közepén van és még semmi hír. Valószínűleg ez is országos jelenség, hogy ezt is kellene ütni, és senki nem üti, az a probléma. De pont jónak mondom, hát ti azt nem. Mert még ma volt questor, Leventekin is volt egyébként. Igen? Igen, azt tudom. Tehát, hogy ma volt 11-kor, questorosok tüntettek, csak hát, hogy mondjam, én tényleg 70 tüntetést rendeztem az elmúlt 10 évben különböző ügyekben. Már én szkeptikus vagyok azzal, hogy egy tüntetésre mit lehet elérni ma. Tehát, hogy igazából az inkább már befele magunknak szól, hogy nem vagyunk egyedül, és akkor el vagyunk 5000-en adott esetben, de hogy hatása a politikai irányban, tehát mivel annyira cinikus, és semmivel nem törődő a hatalomban az értelem, hogy nem, tehát, hogy mondjam, csak az erőből ért, és itt azért, hát most nem tudom, hogy sajnáljam, hogy örüljek, de hogy azért hál' Istennek ma ezek a tüntetések nem erőszakosak, és akkor innentől ők azt tudják, hogy nem erőszakos tüntetés, mi is az emelnek, majd viszontlátásra, tehát hogy nincs hatása. Hát én azt nem gondolom, hogy ott önmagában az üntetés váltotta ki, tökre örülök, ha így van, de nem gondolom. Mert hogy ennél sokkal cinikusabb és sokkal nagyobb tüntetések voltak adott esetben, sokkal durvább ügyekben, vagy most nagyobb tüntetések. Tehát, hogy szerintem ott inkább a hangulat volt az, ami nagyon átfordult, hogy azt érezték, hogy ott a fiatalok részéről nem a tüntetés kapcsán csak, hanem általában a téma, amiben belenyúltak is, ahogy, hogy az nem kell, hogy eszkalálódjon, és ezért inkább visszakoztak. Biztos a tüntetésnek is volt ebben hatása, de hogy önmagában egy tüntetés nem fogja visszafordítani bármilyen ügymenési folyamatokat, akkor én majdnem biztos vagyok. Tehát, hogy na, és azért nem tanultam meg ilyettek tőle. Oké. Lehet. Azért nagyon kevés a dolog volt, amikor azt mondom, Orbán Viktor eddig, hogy tévedtünk. Igen, csak én arra mondom, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ez önmagában a tüntetés hozománya volt, de senkinek nem akarom elvenni a kedvét tüntetésektől, tehát mindenki menjen tüntetni bármely számára kedves, vagy bárki számára kedves, ember számára kedves ügyben, tehát a szolidaritás fontosságára próbálnám fölhívni a figyelmet, de hogy önmagában az kevés. Tehát én erre mondom azt, hogy ahogy a nem tudom, tévészerepléseket most mellőzöm bizonyos értelemben, elkezdtem a háttérmunkát, ami arról szól, hogy kezdjünk el olyan politikát kialakítani, és olyan közösséget felhozni országos szinten, amikor nem tüntetésekkel operálunk, hanem valós személyeket próbáljunk meg hatalom közelébe juttatni a fideszes jelöltel szembe. Ez a feladat igazából, ha hiszünk abban, hogy egy demokratikusnak látszó választáson még lehet váltani a Fideszt, ebben én próbálok hinni. Tehát, hogy nem forradalmat szervezünk. Ez így szólnak nagyon jó lenne, de azért egy kis színes a végén azért mégiscsak Jász Péter a vendégünk, ezt meg kell kérdezzem. Te úgy lettél országosan először ismert, hogy egy bizonyos ügyben kiálltál a nyilvánosság előtt. Ez a Kedvem meg Egyesület volt a könnyű drogok legalizálása mellett, amiről tudni kell, hogy hát néhány, én egy európai országot tudok, ugye Hollandián van engedélyezett a fogyasztás, illetve most már néhány amerikai államban engedélyezik ezt.
Mondj már erről valamit, mert egy ilyen misztifikum keringe körül, hogy kábítószer. De ugyanakkor azt nem tudom, hogy tudja átlagpolgár, hogyha megiszik két felest, az is kábítószer, ami engedélyezett ugyan. De hogy mondjuk milyen, mondjuk a kutatások szerint milyen élettani hatása van magának a fülnek, és milyen veszélyeket rejtező magának? Nem vigyük félre véletlenül sem, mert én soha nem az élettani hatásairól beszélek, és nem is ezt tartom az én számból hitelesnek és fontosnak, hanem ott volt egy nagyon lényeges, amit mondtál, hogy tehát tegyünk először különbséget a drog és a kábítószer között, és ez egy tök fontos dolog. Drog minden olyan szer, ami egyébként hát élettanilag a gerinc velőn át az ember idegrendszerére hat, tehát valamiféle kábulatot kell, de ez minden egyes szerre igaz, a teától a gyógyszereken át a heroinig, minden ilyen összefoglalt drog. A kábítószer az, amit teljesen, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy politikai jellegekből kivettek, és egy jogi fogalom, tehát nem egészségügyi fogalom, hogy mit hat ő egyébként ránk, akár egyénként, hanem jogi kategóriába rakták, az a kábítószer, amit a törvény tilt használni, és ennyi a különbség, nem az élettani hatásai miatt. Tehát úgy értem, hogy nem azért, mert veszélyesebb, a nikotin az az egyik legdurvább szer a drogok között, kőkemény függőséget okoz, halált okoz a hosszú távú használata, 30%-ban a magyar férfiak egyébként nikotin használatban halnak bele, a másik 50%-ig jön az alkohol használatába, de hogy egy kőkemény drogról beszélünk, és mégsem kábítószer, mert a társadalmi beágyazottsága meg az olyan, hogy míg mondjuk a, most mondok direkt nem füvet, mondjuk az ecstasy, amiben gyakorlatilag nincsen haláleset, nem tudom, nem nagyon lehet, tehát csak pszichikai függést okozni, fizikai függést nem. Angliában egyébként a fűvel van egy kategóriában, az meg kábítószernek minősül, pedig Zahár Gábor számára tudok hivatkozni, aki azt mondja, hogy Magyarországon 3-400 ezer fiatal használ egy hétvégén illegális szert, mondta összefoglalni, de neki nagyon nagy része ecstasy. Tehát a lényeg, hogy ez a kérdés, és akkor azért vagyok most óvatosabb politikusként, ugyanezt mondtuk egyébként a Kendermag Egyesületben is, hogy ne egy politikus mondja meg, hogy mi a teendő egy ilyen halmazzal, hanem a szakemberek, tehát akik ezzel foglalkoznak. Ma is, ha kormányon lennék és én lennék az országminiszternek, és én mondanám meg, hogy mi legyen a fű kérdés, akkor azt mondanám, hogy Topolánszky Ákos, aki a Fidesz alatt volt, aki egyébként egy református lelkész eredendően a Fidesz alatt lett kinevezve hogy is volt az ő neve, helyettes államtitkári rangban volt a kábítószerügyi felelős, tehát a kábítószerekről foglalkozó helyettes államtitkár volt, és egyébként ott ő nagyon jól megszervezte a szakmai közeget, nekem állandóan velük kellett vitatkozom Kendermagként, és egy ponton rájöttem, hogy mi igazából tök egyről beszélünk, mert hogy én azt szeretném, hogy ők mondják meg, hogy mi a teendő ezzel a kérdéskörrel, semmi más nem akartam. A Kendermag tevékenysége erről szól, nyilván egy kicsit provokatív módon, mert hogy mi azt mondtuk, hogy senkit nem akarunk mi magunk meggyőzni, hanem azt szeretnénk, hogy a családokban induljon el beszélgetés erről a témáról, mert tudjuk, hogy a fiatalok azok képben vannak, míg az idősebb generáció meg nem találkozott ezzel, mert a rendszerváltás előtt egyszerűen nem volt téma, tabu volt, és nem lehetett róla beszélni. Tehát ez erről szólt. Én ma ugyanezt mondanám, szakemberek, pártállástól függetlenül tényleg nettó olyan szakemberek, akik addiktológusok, akik egyébként nem tudom, mérgezéses tünetekkel, vagy akár Zahár Gábor, aki éppen a toxikogend, álljanak egybe, találják, hogy mi a metódus, ami kell, és ők mondják, hogy ne politikai döntés, hanem szakmai döntés legyen. Nyilván itt, hogy mondjam, én annak vagyok híve, hogy egy nyitott társadalomban éljünk, ahol egyébként általában a szakemberek mondják meg, hogy mi a teendő, nem politikai ideológiák mentén dől ez el, de hogy én ezt tartanám fontosnak ezen a területen is, de záruljon, gazdaság területén is ezt tartanám fontosnak, hogy egy csomó más területen, és ha visszapanyarunk oda, hogy ez hol, micsoda, mert a jogi környezet Magyarországon ma Európában talán a legdurvább a jogi szabályozása, talán még nekem az rémlik, de most már ebben azért jó sok éve, tehát a Kendermag Egyesület 2010-ben effektív megszűnt, én 2008 óta nem foglalkoztam ezzel, de azt hiszem talán Svédországban van még hasonlóan durva a szabályozás. Egyébként a környező országok mindegyikében dekriminalizált, mi is azért küzdöttünk, hogy ne büntessék a drogok fogyasztóit, tehát hogy azok a 18, még egy adat, bocsánat, és ez már 10 éve igaz volt, aki betölti a 18. életévét, azoknak az 50%-a kipróbált élete során illegális drogot. Most innentől, hogy mondjam, bűnözőnek nevezni minden második 18 éves fiatalat, azt mondjuk minimum hülyeségnek tartom ösztársadalmi értelemben is. Tehát mi azt mondtuk, hogy ne büntetőjogi felelősségre vonják, hanem legyen ezer más szakmai, meg az eltereléstől kezdve a prevenciós képzésekig.
Itt azt kell látni megint, hogy mondjuk amíg 2003-ban 2 milliárd 300 millió volt az éves erre fordított költségvetés, ma talán 300 millió forint. Tehát, hogy ezt most megint mondom, tudják, nincsen alkoholstratégia, 3 évig nem volt drogstratégia sem, most van egyébként, de a Fidesz úgy rúgta fel a drogstratégiát, hogy 2008-ban konszenzussal fogadta el a Magyarországgyűlés, a fideszesek épp úgy megszavazták, mint az MSZP-sek, az egy remekül előkészített, pont a Topolánszkék által egyébként, vagy ő részükről is előkészített szakmai anyag volt, ez egy tök rendben volt, másképpen semmi nem valósult meg belőle, de ez mellékszállt, de az elmélet legalább jó volt. Megszavazták ők is, jött 2010, és puff, így azt hittem, hogy ezt így kidobják, és létrehoztak valami, egyébként még az sem annyira vállalhatatlan, hogy most van a stratégiában, csak nincsen, nem adnak rá pénzt, tehát hogy innentől most nincsenek prevenciós képzések az oktatásban, elküldik a rendőrt fenyegetni a diákokat, aki konkrétan kinevetti, mert tehát teljesen más a mindennapi élete, mint amit a rendőr bácsi elmesélte az iskolában. Tehát, hogy itt nem változott az álláspontom. Amerikában 26 államban van dekriminalizálva, tehát hogy másképp mondom, nem bocsánat, a teljes egyes, ne, igen, 26 államban van dekriminalizálva, de 4 államban, ahol konkrétan legális, mint Hollandia, nem úgy, mint Hollandiában, mert Hollandiában megint megtűrt igazából a dolog, tehát hogy jogilag tiltott, de hogy nem lett, de Amerikában 4 államban, ahol a rekreációs használat, tehát a szórakozásra használhatja az ember, és boltban veszi meg. Másik 13 államban, ahol a fiatal, kevésbé fiatal elmegy az orvos, és azt mondja, hogy nagyon nehezen alszom el esténként, és jó, nekem jobb az, hogyha füvet szívok, akkor kap egy ilyen kis kártyát, úgy hívják, hogy egészségügyi marihuana kártya, mit tudom én, amivel megy be a boltba, és azzal veszi meg. Tehát, hogy egy minimális hozzáférési gát van felállítva. Másik 13 állam, valabban az Egyesült Államokban, ahonnan egyébként a drogháború elindult, ami megint politikai alapon indult, és nem szakmai racionális alapon, ott sokféle, hogy mondjam, legenda tereng arra, hogy miért a műanyag és kender felhasználás vonalától számos más gyógyszeripari összeesküvés elméletig, de hogy az látszik, hogy a világ egyértelműen abban az irányba tart, hogy dekriminalizálja magát a fogyasztót, tehát ne büntesse, és egyébként hát azt még ma már tudjuk kutatásokból, hogy mondjuk a fűnek megint csak egyszer nincsenek olyan mellékhatásai, mint akár az alkoholnak, akár a nikotinnak, vagy akár egyes gyógyszereknek, amiket visszaélésszerűen használnak. És akkor még egy mondat csak, ami viszont iszonyú veszélyes, mert amíg mi erről beszélünk, addig bejöttek viszont azok a vadonatúj, katyvasztott, igen, kínai, mindenféle designer drogok, amikről viszont semmit nem tudunk, és az látszik, hogy iszonyú veszélyesek, és mivel nem férnek hozzá, tehát azt most konkrétan mesélte valaki, aki ilyen partikra jár még a mai napig, hogy dílerek átálltak ennek a terjesztésére, a fűhelyen, mert nagyobb a haszonkulcs, nem minősül kábítószernek, ezért sokkal kisebb a kockázata, hogy ő azt árulja, és elárasztotta a piacot, és ma állítólag nincsen fű, hanem az van, hogy ezeket a szintetikus katyvasztott valamiket árulják, ami viszont tényleg életveszélyes, mert annak semmit nem tudunk, se az élettani hatásairól, se a hosszú távú használat során kialakuló problémákról, tehát hogy az meg iszonyú durva, és abból rendszeresen vannak halálesetek, stb. Tehát hogy még inkább azt mondanám, hogy igazából a kender származékokat, azokat legalizálni lenne észszerű, mert hogy nem tudom, megint egy példát hadd mondjak, aki aztán egy, nem tudom, megvan-e a José Mujica nevű ekvádori elnök, aki leadja az elnöki fizetésnek 90%-át, mert ő egy puritán életet él, és azt mondja, hogy nincs szüksége erre, tehát 10%-ával éri meg. A mai napig egy 32 éves Volkswagen Bogárra jár be dolgozni. Uruguay, bocsánat, igen. Így van. Amiért igen, egymillió volt ezzel a Bogárra. De a lényeg, hogy ő például legalizálta úgy, hogy egyébként minden drogfogyasztástól távol tartja magát, nem tartja, egyszerűen azt a racionális okok miatt, ez az észszerű. És csak erre vágynék én is, hogy egyszerűen valaki nézze már meg, hogyha nem hergeljük az embereket, hogy a ördöggel cimborál, aki elszívott egy füves cigit Dajcomáshoz hasonlóan, az nem így van, hanem úgy van, hogy a fiatalok azok kíváncsiak, kipróbálnak különböző dolgokat, és észre, arra kell ránevelni, hogy mértékkel. Nem tudom, tudják, a börtönökben úgy néz ki a droghasználat, hogy beraknak egy decis vízbe egy teljes doboznyi teát, a 20 darab filteres teát, egy napig hagyják ázni, úgy hívják, hogy dubi, és a speednél durvá pörgető hatása van. Tehát mindenből, hogyha mértéktelenül használjuk, lehet, engem arra tanítottak, hogy még otthon, hogy volt a mondás, hogy a gyógyszer is megöl, ha tehát C-vitaminból se lehet bármennyit bevenni, mert nem egészséges. Ugyanígy van az mindennél, ha meg visszamegyünk, akkor sajnos jön az ember, hogy
kipróbál drogokat. Tegyem sajnos, mert szerintem tök remek dolog, hogy az ember kipróbál drogokat, vagy bocsánat, dolgokat, a drogokat nem feltétlenül jó, de a dolgokat azt ki kell próbálni viszont, mert hogy erről szól az, hogy mi egyébként emberek vagyunk, és tudunk egy kicsit, hogy mondjam, kizökkenni a mindennapokból. Tehát ez egy emberi tulajdonság, a kíváncsiság. Nem állom meg most egy főhozat. Hogy áll a Dajcsi? Dajcsi ugye két ügy. Amit olvastam, de azt tudom, de az hát csak arról tudok beszámolni, hogy várunk egy tárgyalásra, hogy ott az történt, hogy nekem tényleg rengetegen mesélték, hogy vele közösen fogyasztottak, hogy ő tudják, látták, én nem tudom, és amikor kijött ez pont, hogy volt az, hogy az újságírókat és a diákokat drogteszt alá akarja vetni kötelezően a kormányzatok, a Dajcsi bírt egy olyat nyilatkozni, hogy soha életében semmit nem próbált ki, egy NDK TV filmben valaki hányt egyszer és ő meggondolodott ettől, mindegy. És hát én akkor ugye kiposztoltam, hogy hát én hallottam erről erősebb pletykákat az ellenkező előjellel, meg hát hogy konkrétan azt gondolom, hogy ő drogozott, tehát hogy azért ne játszunk, tényleg ne játszunk már ilyeneket. És hát ezt már én már bizonyos is látom, mert hogy ugye ő beperelt engem egyszer, hogy feljelentett egy büntetőügyként, tehát már rágalmazásért feljelentést tett, abból lett egy büntetőügy, illetve indított egy polgári peres eljárást, ami jó hírnév megsértése, már ha neki még van ilyen, de a lényeg, hogy ezt kell most a bíróságon bizonyítani, mert hogy a büntetőügynél nem jött el a tárgyalásra, ez megszűnt, tehát hogy én azt mondtam, hogy vállalom azt, hogy tanúkat hozok, tehát hogy tényleg tudok olyan embereket, akik ezt nekem elmesélték. És a büntetőügynél ott nem került erre sor, mert hogy nem jött el a tárgyalás, és megszűnt az eljárás, most megy tovább a polgári per, ott viszont vittem tanult egy erőre, most még lesz következő tárgyalások, megint viszek tanult, tehát hogy én ebben egy kicsit bevonom, boldog vagyok, hogy ezt a lehetőséget megkaptam, hogy bebizonyítsam, hogy Dajcs Tamás drogozott. Hát most ez történik éppen. Tehát, hogy... Ez is kisöröm az ellenzéket. Igen, valamilyen, tehát hogy mondjam, nem egy olyan nagyon élvezetes a politikusi munka, de van, aminek, hogy mondjam, valahol be kell hozni ezt az élvezeti értéket valóban, tehát egy kis szórakozás részt az embernek, és hát ilyenek nem tudja az ember kérni.